Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Megérkezett az új Fiat 500X. Nyílt napok március 20-án, 21-én és 23-án a KB Autó Team Kft-nél. Tekintse meg és próbálja ki márkakereskedésünkben az új Fiat 500X modellt. Nyílt napok a KB Autó Team Kft-nél pénteken, szombaton és hétfőn. KB Autó Team Kft. Kiskunhalas, Keceli út 1923, www.kbautoteam.hu. Tövig nyomták a gázt a gyerekek, megérkeztek a halasi rendőrségre a régóta várt kis autók. Elemezgetik a költségvetést, más mond az SHT és mást a Fidesz. Cukorbetegség és magas vérnyomás, sokaknál a kihelyezett vizsgálatokon derül ki a betegség. Több utcában is vízhiány lesz, de a Székely utcát is jobb lesz elkerülni, mert ideiglenesen Zsák utcává változik. Köszöntöm Önöket! Számítunk a figyelmükre, tartsanak velünk! Afgánokat és irániakat vittek a szerb embercsempészek. Három férfit vettek őrizetbe a megyei rendőrfőkapitányság munkatársai embercsempészés megalapozó gyanúja miatt. Bácsalmás külterületén két autót állítottak meg még tegnap reggel. A felvezető autóban egy szerb sofőr, a mögötte közlekedő járműben a szerb gépjármű vezetőn kívül 9 külföldi férfi utazott. A 7 afgán és 2 iráni állampolgár jogszerű magyarországi tartózkodását nem tudta hitelt érdemlően igazolni. A migránsok a tiltott határátlépést elismerték, és menekült státusz iránti kérelmet nyújtottak be. A gyanú szerint a két sofőrnek volt egy harmadik társa is, aki a határon gyalogosan átkísérte a külföldieket az autóhoz, majd visszaindult Szerbia irányába. A terepkutatás során őt is elfogták, a három férfi ellen büntető eljárást indítottak. Gyermekzsivaj töltötte meg ma a halasi rendőrkapitányság udvarát. A járási önkormányzatok összefogásának köszönhetően 8 elektromos kisautót vásárolt a kapitányság, hogy a gyerekek játékos formában tanulhassák meg a közlekedési szabályokat. Ma tartották a halasi rendőrkapitányságon a járási egyeztető fórumot. A résztvevők innen a nagyteremből mentek ki az alakuló térre, hogy átadják a gyerekeknek a járási önkormányzatok összefogásával megvásárolt kisautókat. Ne lépjünk rá ezekre a pedálokra, jó? Némelyik fekete, némelyik ebbe éppen szürke pedál van, addig ne nyomjuk meg, míg nem mondom, hogy lehet, jó? Mindenki válaszol magának egy szimpatikus járművet, jó? Mindegyik egy személyes, jó? Csak egy ember ülhet bele. A rövid rendőri tájékoztató után nagy volt az öröm az ovisok körében. Végre elindulhattak a kis járgányokkal. Rá kell rakni el a pedálra a lábunkat, és mozgatni ezzel. Milyen gyorsan lehet ezzel menni? Hát csak ilyen. Ezt elsősorban az óvodáskorú gyermekeknek fogjuk rendelkezésükre bocsájtani. Minden óvodába szeretnénk eljutni, minden óvodát küldünk egy megkeresést, amiben felajánljuk majd a segítségünket, a lehetőséget. Szeretnénk minél szélesebb körbe ezt propagálni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az óvodáskorban már elkezdjük a közlekedése nevelést, hogyha nagyobbak lesznek, akkor már ilyen irányú tapasztalataik is legyenek. Hogyha nagyok leszünk, és nekünk is lesz autónk, hogy mi is megyünk valahova, akkor hogy megtudjuk. Fogjuk a füleket? Mindenki? Igen, igen. A gyerekek a mai napon megismerkedhettek a rendőrök munkájával is. Sokat dolgoznak, és a Jenny is mondani szeretne valamit még. De te is szeretnél, nem? Hát azt szokták, hogy írnak, meg a rendőröket el, vagy a bácsikat elfogják a rosszakat, meg minden ilyesmit szoktak. Új lenyomatokat vettek a gyerekektől, és fotókat is készítettek azokról, akik ezt szerették volna. Megnéztük a fogda helységet, illetve előállító helységet,
Itt a kis autók nagyon érdeklik őket most jelenleg, és ezt megelőzte egy rendőrkutyás bemutató, ami még szerintem nagyon nagy tetszést aratott. Eddig nem sokan tudták lecserélni a hűtőjüket, ezért könnyítettek az előírásokon. Az Otthon Melege program keretében hirdették meg a háztartási nagygépek energia megtakarítást eredményező cseréjét. Halason egyetlen kereskedelmi egység vesz részt az akcióban. Úgy tudjuk, itt eddig senkinek sem tudtak hűtőt cserélni, mert nem volt olyan eszköz, amit megjelöltek a pályázatokban. A módosítással már másfajta gépekre is lehet cserélni, csak az energiatakarékosságnak meg kell maradnia. A háztartási gépcsere programban nagyon sokan nyertek támogatást, kiskunhalasiak és a környékbeliek is, viszont eddig sokan nem tudták felhasználni ezt a lehetőséget, a 30 vagy 40 ezer forintos csökkentett áron tudták volna megszerezni a hűtőgépeket, viszont a múlt hét elején valamennyien, akik nyertes pályázattal rendelkeznek, módosított támogatási szerződést kaptak. Erről vélhetően e-mailben kaptak tájékoztatást, ha nem, akkor is fel tudják keresni azt a honlapot, ahol az eredeti támogatási szerződést le tudták tölteni. Itt megtalálható az új módosított támogatási szerződés, és jóval kedvező feltételekkel nem csak az eredetileg kiválasztott márkát, típust és energiahatékonyságú eszközt lehet most már beszerezni. A politikai erők még elemezgetik Halas idejévi gazdálkodását. Az SHT képviselői tájékoztatójukon elmondták, ők miért nem tudták támogatni a város költségvetését. A Fidesz frakció vezetője pedig azt hangsúlyozta, hogy a költségvetés megáll a saját lábán, és nem tartalmaz irreális tételeket. 75 percig tanácskoztak róla, 10 igennel, 3 nemmel, és egy tartózkodással elfogadta február végén Halas idejévi költségvetését a város képviselőtestülete, most pedig még folynak az elemzések és értékelések. Az SHT a következőképpen látja a város gazdálkodását. 2015-ös költségvetésben van közel 40 milliós útfelújítási keret, amit az állam címkézve csak erre a célra adott a városnak, ezt nem tudjuk másra elkölteni, csak erre a feladatra. Ezért indítványozni fogjuk, hogy ezeket az összegeket, amit a következő években is kapunk, a főbb gyűjtőútjaink felújítására fordítsuk, gondolok itt a Petőfi és a Bajza utcai áldatlan állapotokra. Ez a költségvetés szakít az előző éves megszorításokkal, ami jó. Amit furcsálunk, az az, hogy 3 cég kap kiemelten forrástöbletet, a Halasi Városgazda ZRT, a Halasi Média és a Halas TKFT, ahol ez utóbbinál jelentős bérfejlesztések is történtek. Mi azt várjuk ezek után a szolgáltató cégektől, hogy a szolgáltatásuk minősége javuljon. Például a Városgazda ZRT a városközponttól kiebeső területekre is jobban odafigyeljen a munkája során. Az, hogy a mostani költségvetésben nincsen hiány, ez még nem a mostani önkormányzat munkájának az eredménye. Ne felejtsük el, hogy az előző ciklus elején közel 1 milliárdos hiánya volt a városnak, ami az előző ciklusban 4 év alatt lett lefaragva nullára. Tehát ebben a ciklusban szinte minden évben több 100 milliós költségvetési hiánycsökkentést hajtottunk végre. Ez ebben a költségvetésben már nincsen meg. Továbbá az előző években minden esetben több 100 millió forintos fejlesztési forrást kellett biztosítanunk önerőként az uniós pályázatainkhoz. Most, mivel még nem kerültek kiírásra az új uniós pályázatok, ennek a költségvetésnek nem kell tartalmaznia önerőt, így ez is hiányzik belőle. És pont azért nem elfogadható számunkra a költségvetés, mert ilyen megtakarítási lehetőségek mellett, hogy nem kell már hiányt leforogni, és nem kell önerőt biztosítani, ebben a költségvetésben több 100 millió forintos tartalékot kellett volna képeznünk, ami nincsen. Ami tartalékként szerepel a költségvetésben, az jelen pillanatban konkrét feladatokkal van lefedve, így valójában nincs a költségvetésnek jövőképe, hiszen hogyha lesznek majd pályázatok, akkor nem fogjuk tudni, miből biztosítani hozzá az önerőt. Az új város vezetésnek ez az első költségvetése. A Fidesz frakció úgy látja, ez a költségvetés más, mint az eddigiek, nincsenek benne irreális tételek, de lesz mozgástér a fejlesztéseknek. Az új városvezetés első költségvetése alapvetően különbözik a korábbi költségvetésektől. A mostani költségvetés megáll a saját lábán, nem kell külső forrást, magyarán mondva banki hitelt igénybe venni, míg a korábbi költségvetéseknél ahhoz, hogy likvid maradjon egész évben az önkormányzat, kb. 500 millió forint banki hitelre volt szükség. A másik nagy különbség, hogy a bevételi részen nincsenek irreális tételek. Korábban szintén egy kóros, káros gyakorlat volt, hogy ingatlan bevételből
volt olyan év, hogy 3/4 milliárd forintnyi bevétel volt betervezve, ami nyilvánvalóan egy irreális kitűzés volt, ezt mindenki tudta, most ilyen nincsen. A legnagyobb pozitívum azonban mégiscsak az, hogy a költségvetés jövőbe mutat, vannak fejlesztési források, ilyen például az a 39 millió forint célzott út építésre, karbantartásra szánt összeg, ami korábban soha nem volt jelen a költségvetésekben, és hosszú évek után először nem csak ígéretet, hanem valós támogatást kapnak a város sportklubjai, civil szervezetei is. És azok a stratégiai területek, mint például a gyógyfürdő fejlesztés, illetve a lovas turizmus fejlesztés is az elszükséges önerő rendelkezésre fog állni. A város az elmúlt években eddig is sikeresen szerepelt az önerő alappályázatokon. A város, a környék országgyűlési képviselője eddig is ezeken a pályázatokon minden segítséget megadott a városnak, és ez ezután is így lesz. Azonban, hogyha még mindig szükség lesz önerőre, akkor a költségvetést 3 havonta a képviselőtestület átértékeli, újra szabja, tehát mozgástere lesz ezeknek a fejlesztéseknek. Többen víz nélkül maradnak holnap Alas központjában. Csőtörés javítás és vezeték kiváltás miatt vízhiánnyal kell számolni. Március 18-án reggel 8-tól 14 óráig a Bethlen Gábor tér 4-6, az Ötvös utca 2 és a Szilárd János utca 1 számú társasházakban, valamint a Székely utcában. Az itt lakóknak nem árt már most előre betárolni a holnapra szükséges vizet. A közlekedésben is várható fennakadás, a Székely utca Zsák utcává változik szerdán reggel 7:30-tól 14:30 percig. Aki teheti, a Kovács Pál tér felé kerülje ki a Székely utcát, kéri a szolgáltató. A cukorbetegség és a magas vérnyomás a legjellemzőbb. Újabb sikeres rendezvényen van túl a helyi egészségfejlesztési iroda. A szakemberek hasznos tanácsokkal látták el az érdeklődőket a május 1 téren. A vizsgálatok után mindenki megkóstolhatott egy ízletes és egészséges menüsort. Én elindítom magam, meg dolgozom, és már szorítom. Idén is sikerrel zajlott le a helyi egészségfejlesztési iroda szabadtéri tavaszköszöntő programja a május 1 téren. A résztvevők hasznos tanácsokat és ízletes, de egészséges falatokat kaphattak a szervezők jóvoltából. A tapasztalatok szerint egyre több embert sikerül megszólítani ezekkel a rendezvényekkel. Megkezdtük azért az évet már a Rákóczi kupával, illetve voltak már rendezvényeink, és most nagyon vártuk ezt a március 15-ét, hiszen tavaly is nagyon jól sikerült, és reményeink szerint ez az év is nagyon jól sikerül. Az indulás nem régen vagyunk itt, de már nagyon sokan jelentek itt nálunk, és körbenézve a terepen rengetegen vesznek részt a vásárba, bízunk benne, hogyha minden tizedikét meg tudjuk szólítani, minden 20-at, akkor is nagyon sokan megjelenek nálunk. A nap folyamán sokan érkeztek a sátorba, ahol aztán kiderült, a halasi emberek körében a magas vérnyomás az egyik legtipikusabb betegség. Egészen nagy gondot jelenthet ez, mert nagyon sok a kiszűrt magas, sőt extrém magas eredmény is. Olyat is tapasztaltunk már, hogy 200 higanyméter fölött volt a felső határ, 150 fölött az alsó határ, tehát akinek erről egy pici fogalma van, az tudja, hogy ezek már valóban nagyon-nagyon komoly mértértékek. Az EFI programja összehozta a generációkat. Voltak, akik családtagjai kíséretében érkeztek az egészségügyi vizsgálatokra. Minden évben szoktam menni ilyen éves szűrésre, és úgy gondoltam, hogy édesanyámmal együtt szeretnénk ezt megpróbálni. Szerintem mindenkinek érdemes elmenni egy ilyen szűrésre, és így megtudják, hogy milyen egészségügyi állapotban vannak, és esetleg megfordul a fejükben, hogy érdemes leszokni a cigiről és alkoholról. A jelenlévők ezúttal egy dietetikus szakember segítségét is kérhették, aki szívesen elmondta, mit érdemes fogyasztani, és mit kell elkerülni a mindennapok során. Mindenféleképpen a rostokból, a zöldségekből, és a finomított cukrokat, a kenyeret, finomított pékárukat kellene elhagyniuk. Rengeteg cukrot fogyasztanak még mindig, meg a sót is. Azok, akik meglátogatták a mérési állomásokat, a program végén egy ízletes ebédet fogyaszthattak el. Sajnos a foglalkozásomra fogva én egész nap ülök, részben a buszon, részben a tanulókocsiba is, hát mozogni kellene, én magam is érzem, az a baj, az ízleteim nagyon nem bírják, de hát valamennyit biztos, hogy kellene, hogy megpróbálom magam rászedni erre. Nem aránylag figyel ezekre a dolgokra, de azért van, mikor elcsábulunk egy kis körömpörkölt, egy kis pacal, de hát ez már magyar embernek a mindennapi étkezéshez hozzátartozik, úgy gondolom. A tervek szerint az egészségügyi szakemberek a következő időszakban több városi rendezvényen és nyilvános programon is várják majd a halasiakat és környékbelieket.
Megtörtént a csere, díszgalagonyák váltották fel a tujákat. Mint már korábban beszámoltunk róla, a Kossuth utcán kivágták az előregedett és megcsúnyult tujákat. A növényeket újakkal pótolták, a Városgazda ZRT munkatársai a mai napon fejezték be a telepítést. Várhatóan nem is akármilyen látványt nyújtanak majd a tuják helyre ültetett díszgalagonyák. A városi főkertész tájékoztatása szerint az új fák szép színfoltjai lehetnek majd a városnak. Az Omega Oratórium egyik legemlékezetesebb pillanatáról készült fényképpel a címlapján jelenik meg szerdán reggel a Halasi Tükör. A lap körképében felidézi a városi ünnepségnek, a sajtódíj átadásának, a magyarok vásárának legfontosabb történéseit. Melyik halasi boltok lesznek vasárnaponként nyitva, teszi fel a kérdést, és meg is válaszolja a Tükör újságírója. Tudósítás olvasható a 90 esztendős Ibi néni születésnapi köszöntőjéről, és a hétvégi sorrendben 48. Bibó kupáról is. Most pedig egy-egy mondatban felidézzük a nap főbb híreit. Tövig nyomták a gázt a gyerekek, megérkeztek a halasi rendőrségre a régóta vált kis autók. Elemezgetik a költségvetést, más mond az SHT és mást a Fidesz. Cukorbetegség és magas vérnyomás, sokaknál a kihelyezett vizsgálatokon derül ki a betegség. Több utcában is vízhiány lesz, de a Székely utcát is jobb lesz elkerülni, mert ideiglenesen Zsák utcává változik. A folytatásban jön az időjárás jelentés, majd a napi mozaik a Kákics együttessel. 7:30-tól pedig sportműsorral várjuk Önöket. Tóth István már itt van a stúdióban. Szia, ma milyen témákat kínálsz a nézőknek? Jó estét kívánok, szia Erika! Összefoglaló a 48. Bibó kupáról tudósítás, a több száz versenyzőt megmozgató mezei futóversenyről, valamint labdarúgás kéri az Önök figyelmét. Vendégünk is ebben a témakérben érkezik hamarosan. Faddi Jánost, a KFC elnökét várjuk ide a stúdióba hamarosan. 7:30-kor várom Önöket. Köszönöm szépen a tartalom ismertetőt. Önöknek mára köszönöm a figyelmet, de ne feledjék, holnap este 7 órától újra jövünk majd a friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!